Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Számok és a Valóság című műsort látják, én Kálai Zsuzsanna vagyok. Úgy gondolom, hogy megszokhatták már, hogy mindig faggatózunk, hogy kinek milyen az élete, és nagyon szeretek belelátni sorsokba, emberi sorsokba, és nagyon szeretném tudni, hogy az élet mitől jó, mitől nem jó, és nagyon szeretném, ha kiderülne ez, hogy hogyan lehet javítani az embereknek a sorsán, és mit lehet tenni azért, hogy az életünket úgy éljük, ahogy kell, és aminek születtünk, és amiért leszülettünk a Földre, az valójában meg tudjuk-e teremteni saját magunknak, és hogy hogyan. De én úgy gondolom, hogy a mai műsoromban nagyon nagy szeretettel fogok köszönteni egy nagyon kedves vendéget, aki nem más, mint Galát Norbert, színész, énekes, művész úr, akit meghívtam a mai műsoromba, és nagyon örülök, hogy elvállalta, és a teendői mellett beiktatta, hogy engem is megtisztel azzal, hogy eljön hozzám vendégként. És úgy gondolom, hogy a régi ismerettségünkre és a régi barátságunkra való tekintettel itt megosztom a kedves televíziónézőkkel, hogy tegeződni fogunk. Úgyhogy köszöntelek nagyon nagy szeretettel téged itt a műsoromban, Norbert. Szervusz. Szia! Kedves Norbert, azt hiszem, hogy ez nem titok, nem hadititok, hogy elárulhatom a születési képletedet a kedves nézők előtt. Nyugodtan. Nyugodtan? Így van, legyen. Legyen. Tehát Galát Norbert született 1986. október 26-án. És méghozzá Szegeden. Így van. És én úgy gondolom, hogy azért egy ennyire művész lélek, mint te, ezt a skorpióságot a művészeteddel kapcsolatban harmóniában tudod? Vagy éppenséggel vannak benne egy kis buktatók? Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy a skorpióságon fogalmazzunk így, inkább a jó oldaláról van megfogva. Tehát a skorpiónak a pozitív tulajdonságait elsősorban azokat örököltem, illetve azok hoztad? Vannak bennem, azokat hoztam. Azokat hoztad? A negatív tulajdonságok azok háttérbe szorulnak, szerencsére vannak, de... Kiben nincsenek, mondjuk meg őszintén. Uh-huh. Ez nagyon jó. Na most, kedves Norbert, ugye hát ez a műsor arról szól, hogy ki kell veséznem, hogy ki milyen karakterológiailag, de hát éppen ezért én úgy gondolom, hogy most akkor vágjunk bele a közepébe, és próbáljuk kitalálni, vagyis meg kell fogalmaznunk, hogy magában a félelemben, ami egy skorpiónak az érzéseivel valahogy nem igazán függ össze, hogy mit érzel? Tehát mégis hogy csapódik ez le benned, magának a félelemnek az érzése? Nagyon mitől ritkán félsz? Nagyon ritkán félsz félek. Félsz egyáltalán? Nagyon ritkán félek. Talán még sohasem tapasztaltam meg az igazi félelmet. Furcsa dolog ez. Olyan sokan mondják körülöttem, hogy hú, ettől féltem, attól féltem, ettől félek, illetve attól fogok majd félni. És igazából olyan igazi félelmet én még nem éreztem. Ennek nagyon örülök, és úgy látom, hogy nem is nagyon fogsz, mert azért október 26-ai születésnap számmal azért az még a mérlegnek az utolsó dekádjába beesik. Tehát mérlegnek nagyon erős, skorpiónak egy harmonikus jegy, de ugyanakkor azért vannak nagyon nagy hullámvölgyek az életedben, és nem tudom, hogy szabad-e azt megkérdeznem, hogy ezeket a hullámvölgyeket azért fiatal gyermekkorodban te hogy tudtad átélni, mert a gyerekkoroddal kapcsolatosan azért voltak eléggé eseménydús jelenetek, én úgy látom. Mint egy fiatal skorpió gyerek. Hát eseménydús volt a gyermekkorom, ez hogy élted meg? A te érzékenységeddel. Mert hát azt nagyon jól tudjuk, hogy a skorpiók mennyire érzékenyek. Nagyon tudok szenvedni egy rövid ideig. De én viszonylag gyorsan fölépülök. Tehát hosszú távon én még sohasem szenvedtem. Hát nagyon erősen átélem a szenvedést, de viszonylag gyors lefolyású a történet. Értem, de tudod miért? Azért, mert az erő, bátorság és a szerencse az annyira benne van a képletedben, tehát az, hogy Galát Norbert, magában véve a Galát, az apai ágon nem igazán lehetett egy hűde szerencsés család, és most kacag a legjobban, de ugyanakkor a Norbert viszont adja hozzá az energiát, hogy az apai ágon behozott problémákat te el tud viselni. És magában véve, ha ezt a kettőt összegyúrjuk, akkor az Uránusznak a magasabb rendű érzékiségnek
és magának. A felforrósodott, hogy mondjam, tehát rezgésnek, amit te átélsz, mint skorpió, elsősorban nagyon tudsz szeretni. Nagyon tudsz gyűlölni. Igen. Mondjuk meg őszintén. És ennek a kettőségét a magasabb eszméiddel, és a magasabb ráismeréseiddel és megérzéseiddel kompenzálod valamilyen szinten. Tehát én úgy látom, hogy azért vannak ebben a képletben olyan meghatározások, hogy a tűz és a víznek a fogalmát valahogy te nagyon könnyen tudod áramoltatni saját magadban. Mesélj nekem egy kicsit arról, hogy az életedben körülbelül hány éves korod óta jutott döntésre az, hogy te színész leszel? Mikor kezdődött el ez? Az egész sorsod a művészetről szól. Az, hogy művész leszek, az már olyan 4-5 éves koromban. Édesanyám beiratott egy zenetagozatos óvodába, az óvónő tanácsára, és onnantól kezdve én végig művészeti pályára készültem. Én megmondtam 5 évesen azt, tudod, sok mindent mond a gyerek, hogy én majd tűzoltó leszek, és katona vadakat elő juhász, de nálam ez meg is maradt valahol. Tehát én eldöntöttem azt 5-6 évesen, hogy én valamilyen művészeti pályán szeretnék érvényesülni, és ez megmaradt, a fővonulata megmaradt. Mondtam, hogy operaénekes leszek, tehát volt mindig valami, de aztán 8 évesen egy színházi szerepet kaptam, és onnantól kezdve ez el volt döntve. Tehát én beleszerettem a színházba, és azt mondtam, hogy én színész leszek. És méghozzá milyen jó színész, és milyen jó énekes, mert az egész pályád erről szól, és az egész sorsod erről szól, és nagyon kreatív, és nagyon találékony is vagy, én úgy látom, mert a Vénusznak a behatása azért jó, hogy egy kicsit súrolja a skorpiót, de miután azért a sorsában is benne van, hogy ha akarja, ha nem, azért mégiscsak a sors elői arra predesztinálják, hogy ezt kell végigcsinálnod. De ez nem igazán okoz neked egyáltalán nagy fáradtságot, mert ahogy látom, azért nem, tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy érzelemvilággal és nagyon erősen állsz ezekhez a kérdésekhez és magához az egész pályához saját magaddal szemben. Nagyon magasak az elvárásaid is, ahogy álltom. Ez így van, illetve nagyon határozott az eltökéltségem ilyen téren. Tehát nem tud semmi sem megingatni. Hát azt látom, hogy egy nagyon erős skorpió vagy ebben a tekintetben. És mondd meg őszintén nekem, hogy egy ilyen erős skorpió, mint te, izgulsz a fellépések előtt? Hát igen. Ezt nem mondod komolyan. De komolyan mondom. Minden egyes előadás előtt vagy minden egyes fellépés előtt izgulok. De egészen addig, amíg föl nem lépek a színpadra. Fölmegyek a színpadon, akkor mintha elvágták volna. És ott megszűnik a világ, és már nem számít senki, és a nézőtéren, akik ülnek, azok szinten... Salátafejek, nem akartam itt máshogy kifejezni, hogy káposztafejek, salátafejek, és utána már csak te vagy, és te élsz, és akkor már a belső harmónia, és a belső érzelemvilág, ami tombol benned, és állandóan kifejezésre is akarod juttatni, úgy gondolom, hogy nagyon nagy sikerrel az egész pályádon. Eddig annak ellenére, hogy nagyon sikeresnek tűnik a sorsod, és nagyon, hogy mondjam, jó úton haladsz előre. De én azt hiszem, hogy azért, ha visszagondolunk azért, most tavaly októbertől azért, ha visszagondolok, egy évet számoljunk vissza. Szabad arra beszélni, hogy mi történt akkor, mert akkor viszont nem volt egy olyan kellemes időszak az életedben. Beszélhetünk róla. A tavaly évben valóban nem volt túl szerencsés. Hogy élted meg ezt az uránuszi időszakot? Én boldogan éltem meg. Annak tehát, ellenére, hogy egy nehéz év volt? Annak ellenére, hogy nem azzal telt az elmúlt egy évem, pontosabban a 2012-es évem, igen, mint amiért én mondjuk évekig küzdöttem. Én boldog voltam abban az életben. Majd amikor ez az élet megszűnt létezni, akkor rájöttem arra, hogy olyan dolgokért áldoztam be dolgokat, amiért nem kellett volna. És akkor elindult újra ez a folyamat, hogy akkor én újra megtaláltam a saját önmagamat, és akkor én újra elkezdtem fölépíteni saját önmagamat. Hát igen. Ez a skorpió jegyének az újra felépítése, amelyben a skorpió akármilyen erős, és akármilyen gyenge, mert ugye a két szélsőség, de mindig felépíti magát, és mindig feláll, és küzd.
és állandóan van elég ereje ahhoz, hogy újra és újra kezdjen, de hát tudjuk nagyon jól, hogy a skorpiónak a jegye az ugye három jegyből áll. Most gondolj bele, hogy az oroszlánnak az ereje, a ráknak a megérzése, és a kosnak az elszántsága, ami benned van. Tehát ebből vagy összegyúrva, rettentő hatalmas nagy energiát fektetsz saját magadba, de ugyanakkor az érzelemvilágod annyira színes, kiismerhetetlen, de ugyanakkor mégis kiismerhető. Tehát egy titokzatos és egy csodalény, ezt így lehet mondani. Én szeretem a skorpiókat, sokan félnek tőle, pedig egyáltalán nem kell, mert a skorpió jegy az egy nagyon érdekes és egy nagyon kellemes jegy tud lenni. Annak ellenére, hogy ugye sokan félnek tőle, mint az előbb már mondtam. Egy, ami nem tetszik a képletedben, van egy Szaturnusz állás, és ez a Szaturnusz állás az egy kicsit hosszúra nyújtja a problémákat, hosszúra nyújtja a kapcsolatokat, és ez nem más, mint a magánélet, a szerelem. Sokat jelent neked a szerelem? Mondhatni mindent. Hogyha a magánéletem nincsen rendben, akkor nincs rendben semmi. Tehát mindent, vagy semmit? Így. És te mit tudsz ezért nyújtani? Én mindig elmondom. Egy skorpió jegy. Hogy igazából semmivel nem kérek többet, mint amit adok. Tehát ez az egészséges egyensúly, én bízom benne, hogy megvan bennem. Talán túlságosan is odaadó vagyok. Mindent megteszel a szerelmedért? Mindent. Beáldozok mindent. Én teszek meg, hogyha szükség van rá, és ezt örömmel teszem. Tehát nem áldozatként. Abszolút. Tehát mindent odaadsz, és mindent felölően és perzselően tudsz szeretni. De ugyanakkor az életedben én úgy gondolom, hogy vannak olyan szakaszok, és vannak olyan buktatók, és vannak olyan hullámvölgyek, amelyek azért ezt a sokszínűséget és ezt a sokrétűséget a magánéletedben azért mutatják. Tudod? Tehát azért vannak itt olyan érdekes meghatározások, de azért figyelj, egy skorpió és magában a Vénusznak az összhangja, amennyiben határozottan és elég keményen állsz saját magadhoz, sokat válsz el saját magadtól, sokat adsz saját magadból, azért én azt hiszem, hogy van, amikor az álmaidat teszi egy kicsit zavartá, nem? Hogy állsz az álmokkal? Milyen álmaid vannak? Az álmaim nagyok. nagy álmokat szövögettem kicsi gyerekkorom óta. Mm. De ezeket én meg is valósítom szépen lassan. Tehát álmom volt az hogy egy művészeti pályán élhessek. Igen. És úgy érzem, hogy ez lassan megvalósul. Én úgy látom, hogy azért nem olyan sokat kell erre várni, hogy lassan, mert hát annak ellenére, hogy azért a Szaturnusz behatás az életedben, a szakmai téren és a magánéleti téren azért hullámvölgyszerűen azért mutatkozik, és hosszúra nyújtja a problémákat, hosszúra nyújtja a megvalósulásokat, de viszont amennyire hosszúra nyújtja, annyira biztossá is teszi. Én úgy látom, hogy ebben az időszakodban most azért egy elég jó időszak következett el, vagyis fog elkövetkezni így októbertől, és annak ellenére, hogy azért nehéz volt a tavalyi év. Én úgy látom, hogy ez a mostani időszakod, ez nagyon szerencsés lesz, és nagyon fel fognak pörögni az események. Milyen események előtt állsz? Hát ugye elindul a 2013-2014-es színházi évad, pláne októbertől, mert ugye csillagászati évet veszünk, és a 2013, azt tudjuk nagyon jól, hogy októbertől októberig tart a terészedre, tehát ez egy megint másik, igen. Egyrészt a színházi évad, két szerepben is bemutatkozom, illetve áthoztuk az egyik darabot az előző évadról, illetve egy más térre is elevezek most. Egy másik nagy szerelmem volt a színházon kívül az, hogy énekelhessek. Hát ez egy gyönyörűség, és egy csoda. Na jó, hát egy ilyen kellemes orgánumú fiatalember, nem is csodálom, hogy énekel, és hát egy színész, aki meg még énekelni is tud, és ennyire jó énekelni, mint ahogy te énekelsz, hát azért ez ritka. Köszönöm szépen. De viszont azért nem tudom, hogy tudod-e, hogy azért egy ötös személyes
küldetéssel, tehát az egész életedben akkora pörgés, akkora forgás és akkora sokszínűség van, hogy a színészet mellett ott az éneklés, hogy egyszerűen nem is tudom sorolni, hogy még mit tartogat számodra az élet, mert valahogy nagyon sokszínű vagy, és nem is elégedsz meg ennyivel. Nem. Ugye, vagy nem? Nem. Tehát azért sokkal többet vársz el saját magadtól. Lehet tudni, hogy hol is fogod ezeket előadni? Az énekesi oldalra? Az énekesi oldalra gondoltam. Hát nézd, az első terv, ami volt, az, hogy megjelenjen egy dal. Igen. Ez a dal a napokban megjelenik. Na hát, gratulálok. Köszönöm szépen. És szabad tudni? Igen. Szabad tudni, hogy mi is jelenik meg a napokban? Hát elkészült egy dal, igen. Amelyben igazából megmutathatom egy kicsit magam. Mindenképpen szerettem volna egy újféle stílust hozni, mert úgy érzem, hogy eléggé telített a magyar popzenei paletta. Tehát nem szerettem volna semmiképpen sem beállni egy pop énekesnek, mert abból vannak elegen. Attól te több vagy, úgy érzed magad. Ha nem is több más. Nem tudnék egy sablonos pop nótát énekelni, még ha sikere lenne, akkor sem. Igen. Ami nem én vagyok, ezért egy kicsit elvontabb stílusban, de mégis szerethető és mégis populáris dalról beszélünk. Kapaszkodj belém, ez a címe. Nem semmi. És hát a későbbiekben még az ősszel, a tél folyamán szeretném, hogy az album is megjelenjen, és hát most igazából ezek a tervek. Értem. Hát akkor gondolom, mennyit szoktál gyakorolni az énekléssel otthon? Hát így konkrétan gyakorolni nem szoktam. Tehát nálam nincs ez, hogy mondjuk hazaérek, és akkor na most 5-6-ig gyakorlok. Állandóan éneklek. Tehát ha az utcán vagyok, akkor nyilván nem, de akkor is magamban. Tehát hazaérek, akkor az első dolog, hogy kulcsra zárom az ajtót, és elkezdek akkor már énekelni. Jön minden. Tehát az úgymond gyakorlás az nincsen meg, viszont állandóan éneklek. Hát ez csodálatos. Abszolút művész lélek. Na most van az életedben viszont egy olyan időszak, ami körülbelül nem most fog megtörténni, hanem olyan 2 év behatása után a csúcs. És ennek a megélése. Úgyhogy érdemes előre dolgoznod, mert várhatóan nem most, hanem körülbelül 1-1.5 év után, ami következik a 2015-ös évben, látnám azokat a nagyon nagy sikereket, és azokat a megvalósulásokat az életedben, művészi téren, és ami a sorsodban egybeesik, tehát olyan lehetőséget fogsz kapni, amely hatalmas névre fog szert tenni. Nem, mintha már nem ismernének, hanem akkor a csúcspontján leszel az életednek és a szakmádnak. Akkor ragyogni fogsz, mint egy csillag, én úgy gondolom. De meg is érdemled, mert mindent megteszel érte. Szabad-e megkérdezni, hogy a hirtelen döntésekkel hogy állsz? Mert azért itt áll egy Uranusz, és mellette van még egy Plutó, ami az egész egyéniségedből össze van gyúrva. Tehát azért egy ilyen uránuszi fiatal ember a hirtelen kirohanásaival kapcsolatban hogy tud rendet teremteni a saját ényében? Hát sűrűn vannak hirtelen kirohanásaim, ez így van, ezt nagyon jól látod. Amit aztán nagyon gyorsan meg is bánok. De alapvetően a döntéseim, a komolyabb döntéseim azok, ha bár gyorsan születnek, mindig igen, megfontoltak. Vagy ha nem volt kellőképpen megfontolt, akkor dolgozom rajta, hogy akkor újjáépített, hogy még egyszer megtörténjen a csoda, és még egyszer helyrehozd azokat a negatívumokat, amelyek ugye hát eddig is felmerültek. Én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres pályafutásod van, és pályafutás előtt is állsz. Nagyon sok kitartás kell hozzá, nagyon sok türelem kell hozzá, de egy ilyen nem mindig harmonikus skorpió, mint amilyen te vagy, mert hát valljuk be őszintén, egy kicsit azért van, amikor diszharmóniában állsz magaddal, de mégis ki tudod vívni, és helyre tudod hozni azokat a nehézségeket az életedben, amelyek eddig felmerültek, és ezután is, ha felmerülnek, van annyi erőt hozzá, hogy teljesen újjáépítsd magad, és teljesen új erőket behozzál magadnak, és kapod is fentől a segítséget, én úgy gondolom. Egyre jobban és jobban. Nagyon sok sikert szeretnék neked ehhez kívánni. Nagyon szépen köszönöm. És adja az ég, hogy álmaid és a vágyaid
váljanak valóra. Szívből kívánom neked. Nagyon köszönöm. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert szeretnék neked kívánni. Viszont kívánom neked is, köszönöm a meghívást. És köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy itt voltál velem még egyszer, és nagyon szépen köszönöm a kedves televízió nézőknek is, hogy velem töltötték együtt ezt az időt, és megismerhették kitűnő színész, énekes kollégát, művész urat, Galát Norbertet, akinek egy kicsit az életébe megpróbáltam beletekintgetni. Jövő héten várom Önöket ugyanitt, ugyanilyenkor, de akkor már Önökkel, akkor a betelefonálós műsorommal, és köszönöm szépen még egyszer, hogy megnézték a műsoromat. Tehát jövő héten ugyanitt, ugyanilyenkor szép jó éjszakát kívánok mindenkinek.